Sziasztok! Először is boldog új évet mindenkinek! Nagyon durva, hogy eljött egy újabb év, az előző így elrepült. Arra gondoltam, hogy most vlogolok nektek egy kicsit, ugyanis az évem az abszolút a tánccal indult, és azóta sem állt meg gyakorlatilag. Szokták mondani, hogy az egész éved úgy fog alakulni, ahogyan a január első napja telik, és így reménykedtem, és próbáltam is úgy alakítani, hogy az első nap az nagyon jól teljen, és olyan programok is legyenek. Nem kellett nagyon alakítanom, mert az élet, vagy az univerzum, vagy a sors, vagy valamilyen felsőbb erő, hát megalakította nekem igazából ezt az egészet. Dória tánctanárom és a pót anyukám felhívott engem az ünnepek előtt, hogy az egyik lány sajnos beteg lett, és hogy be kéne ugranom helyette táncolni. A Dória szerencseszombatban táncolott lottósorsolásban, és egyszer már vitt engem egyébként, meg még egyszer voltunk akkor csapatosan Diggerszel így a háttérbe nyomtuk, de az előző az azért egy komolyabb volt, és az, hogy megadatott ez a lehetőség még egyszer, természetesen azonnal igent mondtam, mert a tánc az életem, most már ezt tudom így mondani, azt hiszem, a legnagyobb szenvedélyem az összes közül, és ez egy hatalmas lehetőség volt, úgyhogy természetesen igent mondtam, és nem érdekelt, hogy a szilveszteri tervek azok így el kell, hogy halasztódjanak, vagy hogy nem leszek ott, tök nem érdekelt. Az járt a fejemben, hogy elsőjén én is ott táncolhatok, és ez milyen jó már. Hölgyeim és uraim, ez itt a Szerencse Szombat. Az est két házigazdája, Mák Kata és Freddy. Egy boldog új év reményében köszöntjük nagyon sok szeretettel a Szerencse Szombat minden kedves nézőjét. A mai este folyamán is együtt szórakozunk, és ne felejtjék, hogy önök pedig nyerhetnek. Óriási nyereményekkel készültünk, és természetesen kiváló zenei produkciókkal 2022-ben is. A színpadon hamarosan itt lesz velünk Zsida. Lehet, hogy új év, de a megszokott lendület, a Fortuna tánckarton nagyon szépen köszönjük a lehengerlő nyitányt, és természetesen nem kezdődhet az év Nagy Laci és fantasztikus zenekara nélkül. Ez alapozta meg az évet, ez az elseje, illetve még a december 19-e is, ezt is elmesélem nektek, de a mai videó az rólam és a táncról fog szólni, és a mi kis kapcsolatunkról igazából. Amikor nagyon pici voltam, nem táncoltam, nagyon szerettem volna, nem volt rá lehetőség. Jazzballetteztem. Majd később rockiztam. We'll be right back.
aztán el akartam kezdeni versenytáncolni, de mindenhonnan elutasításokat kaptam, meg azt, hogy már idős vagyok hozzá, ilyen tizenpár évesen, nevetséges, és akkor ezt így el is engedtem. És nagyon sok éven keresztül nem táncoltam, de nagyon-nagyon hiányzott. Jártam edzésekre, konditerembe, de valahogy nem adta meg azt a pluszt, amikor érzitek egy szenvedélyben, hogy azt mivel csináljátok, tudjátok, milyen szenvedéllyel csináljátok azt az adott dolgot. És ez csak a táncban van meg ennyire erősen nekem. 19. augusztusában voltam a Dórinál egy kurzuson, és azonnal beleszerettem, szeptembertől el is kezdtem hozzájárni. Jártam 3 hónapot, aztán Covid, aztán megint Covid, aztán nyári szünet, aztán megint Covid, és a Dórihoz azóta is töretlenül járok, viszont mindig ott motoszkált a fejem hátuljában ez a versenytánc gondolata, annak ellenére, hogy ugye elutasítottak többször, hogy már idős vagyok hozzá, most már nem érdemes belekezdeni, stb. És ezt el is hittem, pedig abszolút nem kellett volna egyébként. Ilyen picike voltam, amikor az unokatesómékkal a nagymamámnál néztük a szombatesti lázat. És azok a zenék, hát kiráz a hideg a gondolatától is, és azok a táncok, atya világ, én ott szerettem ebbe bele nagyon. És ott én mutogattam a tévére, hogy én olyat akarok, én azt szeretném. Dórinak egy beszélgetés kapcsán elhintettem, hogy amúgy mindig ki akartam próbálni a versenytáncot, és szeretném is csinálni. Ez egy tőmondat volt egy sokkal nagyobb sztoriban, amit meséltem neki, és ő ezt meghallotta, nagyon rossz időszakom volt tényleg. Több hónap folyamatosan csak egymásra pakolódott a trutyi, és egyszerűen nem jött jó, és már tényleg tökre magam alatt voltam, rossz kedvem volt, semmi sem sikerült, és meglepinek gondolta, hogy akkor szervez nekem valamit. A Márki Norbit beszervezte nekem egy magánórára, de nem is akárhogy, ezt a Gabikariban egyébként meséltem nektek. Elmentünk egy kávézóba, ott a Dóri így meglepett, befogta a szemem, hogy hello! Na, és akkor gondoltam, hogy leül mellénk, és akkor teázunk, esetleg az lesz a meglepetés, de nem. A Dóri leült, kirántott egy szatyorból 2 ilyen csillogós latírruhát, én tudjátok, mint egy szarka, így elkezdett csillogni a szemem is, azt se tudtam, hol vagyok. És mondta, hogy van egy olyan meglepetése, hogy a Norbi engem fent vár egy latinos magánórával. Én meg így... Mi? Ezt nézd, van is. Véletlen futólag egy fél mondatban említettem neki, hogy nagyon-nagyon tetszik a versenytánc, és egyszer ki szeretnék próbálni, úgyhogy ő beszervezett nekem egy ilyen órát. Úgyhogy most kicsit sokat kaptam. És leállíthatod, mert elkezdek átöltözni. Hogy lett ráncokta van valaki? Én nem tudom, hogy nem sokat kaptam. Hogy ide lejössz, így lejössz, az inkább a kerény van, amit igen. Hát azt mondja, hogy miért itt áll? Fogd meg szépen, hogy tudom, hogy így. Sokkot kaptam ettől a hírtől, egyáltalán nem számítottam rá, és amúgy is egy zárkózottabb, visszahúzódóbb ember vagyok.
De ha még rádobnak egy ilyet, egy lapáttal a tetejére, hogy meglepi tánc, és valakivel táncolni fogsz olyat, amit még soha nem csináltál. Húha, azért kicsit össze kellett magam szednem. Szedni? De nagyon-nagyon-nagyon élveztem. És a Norbi is rettentő aranyos volt. Nagyon jól telt az az egy óra. Bacsata és szalsza alapokat vettünk, tényleg nagyon kis alaplépéseket, de hogy én mennyire jól éreztem ott magam, és milyen feltöltődést kaptam ezáltal. Aki nem ismeri még azt, hogy mit tud nyújtani a tánc, az próbálja ki, mert elképesztő, de tényleg. Na és akkor itt egy olyan dolog indult el, amiről tudtam jól, hogy hát ezt nem lehet visszacsinálni. Norbival a magánóra után én fényt kaptam, hogy nekem ezt muszáj csinálnom. Nincs olyan, hogy nem. Nem tudok erre nemet mondani. És hát tudtam, hogy kell vennem egy másik cipőt, mert ami jelenleg volt nekem, az méretben sajnos nem tökéletes, és nem volt jó. Nagyon szép, de nem volt jó. És vettem egy másikat, ez sokkal-sokkal jobb, és sokkal kényelmesebb is. Méretben is másabb, sokkal kecsesebb, jobban hajlik a talpa, mint ennek. Hát ezzel nem nagyon lehet spiccelni. Lényegtelen, ezt eladom és megválok tőle, úgyhogy ő az új legjobb barátom. Megyek a Norbihoz egy latinos magánórára, és nagyon-nagyon várom, úgyhogy ezt majd megmutatom nektek, hogy mi lett az eredménye, vagy hogy mit fogunk csinálni. Illetve Dóri beteg lett sajnos, úgyhogy este a mi óránkat én tartom. Úgyhogy nagyon izgi, igazi táncos év elé nézünk, aminek nagyon örülök, mert hát ez nagyon-nagyon király. Na jó, induljunk, mert késésben vagyok. Te jó ég, azt sem tudom, hogy hol kezdjem, vagyis folytassam. Voltam a Norbinál, meg volt az óra, és te jó Isten, én ezt annyira imádom. Icipici koromtól kezdve nagyon szerettem volna versenytáncolni, viszont mindig elutasítottak, és mindig úgy történt, hogy egyszerűen nem tudtam ebbe belekerülni, és iszonyúan sajnáltam, mert ez volt az álmom. És most úgy vagyok vele, így 22 évesen, hogy nem érdekel. Akkor is megcsinálom. Úgyhogy elhatároztam, és már volt Norbinál az első igazi órám, és egy kis csacsa alaplépéseket kezdtünk el csinálni, meg a rumbát, és csak a lábat igazából. Szóval, amit videóban látni fogtok, így deréktől fölfelé, vagy hát térdtől fölfelé, nem kell nézni semmit, én is tudom, hogy szörnyű és borzasztó, és nyilván a lábunkat néztük, mert hogy néztem, hogy mit meg hogyan kéne csinálni, ez később nyilván majd nem így lesz, de ez volt a legelső ilyen óra, és én nagyon boldog vagyok, és iszonyatosan maximalista, és hát ez valami nagyon-nagyon jó dolognak a kezdete. Zuglóban és Bietorbegyon is a csoportos óráink a Dórival elkezdődtek, viszont mind a két első óra után sajnos ő lebetegedett, és mi helyettesítjük a lányokkal, a zuglói órákat én viszem, ameddig ő beteg, illetve a biaiakat a Viki és a Dóri. És ez is annyira hihetetlen volt. Mondta Dóri, hogy nem tudja, hogy hogy oldja meg a zuglót, és mondtam neki, hogy ha bízik bennem, akkor meg tudom csinálni, és megcsinálom. Úgyhogy kaptam anyagot, hogy mit kell letanítanom, és hogy kell vinni az órát, és megtartottam életem első táncóráját is, és nagyon aranyosak voltak a lányok is, mondták, hogy tök jól telt az óra, és hogy szuper volt, és hogy mennyit haladtunk, és hogy ügyes voltam, és ez nekem annyira megmelengette a szívemet, mert hát hivatásosan én ehhez nem értek. De valahogy tényleg annyira nagyon akartam, és annyira összeszedtem magam, hogy tényleg jól sikerült, és ez hihetetlen jó élmény volt. És ez volt a Norbis óra után, a magánóra után, szóval az egész hetem, január első hete, az így abszolút annyira a táncé, hogy az elképesztő, egy nap sem volt az évben, hogy nem táncoltam volna. Köszönöm.
Ma pedig a Hegyes Bercivel még beszéltük decemberben, hogy táncolni fogunk januárban, és ma volt az első óra. Olyan icipici részletekre kell figyelni, hogy hogy tartod, hogy tekered, az egyik legyen előre, nagyon oldalra, kitart, spic, feszít, úristen, nagyon durva. Hát nem csodálkozom, hogy a táncos lányoknak és a táncos nőknek mennyire gyönyörű testalkatuk van, megdolgoznak érte. Nagyon. Lényeg a lényeg, nagyon jó hangulatban telt az óra, sokat hülyéskedtünk, sokat táncoltunk, minden apró, pici részletre tényleg a Berci odafigyelt, és az óra végén csináltunk egy képet, amit aztán kiraktam én is, meg ő is, és olyan üzenet, áradatot kaptunk tőletek. Úristen, Dancing with the Stars harmadik évad, be leszel? Vagy úristen, a Bercivel táncoltál? Ti mit csináltok ott? És hú, kérünk videókat, mikor lesz belőle videó? Az ő oldala velem kapcsolatban, hogy Jézusom a Gabi, én az ő oldalára, hogy Jézusom a Berci, és úristen, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni a Bercivel, hogy amúgy én mit is csinálok, vagy mi a munkám, meg hogy ő mit csinál, vagy ebben, hogy van benne. Úgyhogy nagyon jó vagy tényleg, és iszonyatosan kedvesek vagytok, tényleg annyira sokan írtatok azonnal, hogy én is sokkot kaptam, hogy wow, ez durva. Számolásra zenére? Zenére. Majd kijelentzem, és szörnyűködök sikerért, eredményekért, sikerélményért nagyon sokat kell dolgozni. Ezt szerintem mindenki tudja. Heti 5-ször járok táncolni, és órákon kívül is rengeteget gyakorlok, nem azért, mert annyira görcsösen akarom, hanem mert szeretném. És ez a kulcs szó, hogy én ezt szeretem, én ezt szenvedéllyel csinálom, és imádom. Ilyen hétköznapi picike példák, marhaságok, de egyébként tök jó, hogyha mondjuk pakolom el a ruhákat, kiveszek egyet a kis kosárból, összehajtom, és akkor innen odáig a szekrényig forgok egyet, és gyakorlom a fejkapást, hogy nem tudom, jobban forogjak, vagy amikor teregetek, akkor rölövében állok, meg ilyenek, szóval ezek annyira kis kicsi apróságok, vagy amikor a ruhához googolok le, akkor inkább plié-ben googolok, meg ilyen marhaságok. Ez már lehet a fanatizmus, meg a kicsit túlságosan akarásnak a jele, nem tudom, de hogyha valaki tényleg nagyon szeretne valamit, akkor ilyeneket fog csinálni, és kész, hát ezzel nem lehet mit csinálni. És szerencsére több ilyen szenvedély is van az életemben, bármi, ami a kreatív energiáknak és az érzelmeknek, szenvedélynek a megélése, imádom az összeset. Úgyhogy én semmiképp nem szeretnék visszatekinteni az elmúlt 2 évre, nagyon jó dolgok is történtek, rettentően rossz dolgok is, úgyhogy azt az ajtót én beszeretném csukni, és most itt van a 2022 a kezemben,
és tudom, hogyha én alakítom úgy a dolgaimat, akkor az igenis úgy fog történni, és remélem, hogy az én évem a táncról fog szólni, mert nagyon szeretném, ha erről szólna. Mindenért, mindennel azon vagyok, hogy ez így történjen, és hát ebben szeretnélek titeket is motiválni, hogy legyenek céljaitok, legyen egy vision boardotok mondjuk az évre. Vision boardot úgy kell elképzelni, hogy olyan képek, szövegek, dolgok vannak rajta, amiket az évben szeretnél, vagy el szeretnél érni. Kinyomtatod, felragaszgatod, ott lesz az asztalodnál, és minden nap láthatod, hogy ez az, amiért te dolgozol, mert te ezt szeretnéd. Úristen, milyen motivációs beszéd lett ebből. Nem annak szántam, csak egy ilyen kis évindító löketnek, nem tudom. A január az mindig ilyen kicsit uborka szezon, és nehéz elindítani. De én most nagyon élvezem ezt az évet, úgyhogy köszönöm nektek is, mert hatalmas szerepetek van mind abban, aminek most én a részese lehetek, és én ezt soha nem szeretném elfelejtetni veletek, hogy ti ennek nagyon fontos része vagytok, úgyhogy mindent tiszta szívemből köszönök nektek. Nagyon-nagyon hálás vagyok értetek, úgyhogy köszönöm szépen, és találkozunk jövő héten vasárnap, nem szombaton, ugyanis jövő hét vasárnap lesz a csatorna kereken 10 éves, úgyhogy készülök nektek valami különlegessel. Addig is legyetek jók, írjatok bármit, hogyha szeretnétek, kommentben szívesen beszélgetek veletek, amikor csak idő engedi, vagy Instagramon is egészen nyugodtan. Nagyon-nagyon szeretlek titeket, legközelebb találkozunk. Puszi, sziasztok! Lehet, hogy új év, de a megszokott lendület, a Fortuna tánckarton. Nagyon szépen köszönjük a lehengerlő nyitányt, és természetesen nem kezdődhet az év Nagy Laci és Fantasztikus zenekara nélkül.